Több sportákhoz hasonlóan a birkózók is túl vannak a diák olimpiai sorozat országos döntőin. A balkániak 3 korcsoportban 4 versenyzővel képviseltették magukat a fináléban. Mind a 4 fiatal esélyes volt az éremszerzésre, végül azonban egy 3. hely és egy 5. helyezés Farkas László tanítványainak mérlege. Püspökladányban volt a diák 2-es diák olimpia, ahol Uri Sándor 54 kg-ban 3. helyezést ért el. A diák 2-esek a legfiatalabb birkózók, akik már részt vehetnek a diákolimpia küzdelmeiben. Rá egy hétre a Pest Erzsébeti MTK-nál volt a diák 1-es és a serdülő diákolimpia, ahol diák 1-es versenyzőnk sajnos sérülés miatt feladta a vigaszági mérkőzés után a küzdelmet, így 7.-8. helyezett lett, viszont serdülőben 42 kg-ban Gilányi Alex 5. helyezést ért el. Az 54 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerző Uri Sándor a családi hagyományokat követve választotta a sportágat. 2 éve kezdtem el birkózni, és azért döntöttem emellett a sportág mellett, mert a nagypapám is birkózott, és nagyon jó eredményeket ért el. Az eredetileg 38 kg-os Gilányi Alex egy súlycsoporttal feljebb indulva ezúttal lecsúszott a dobogóról. Első versenyem 2011-ben volt Bökönybe, ott első helyezést értem el, utána így sorba sikerült felállnom a dobogó felső fokára, és az első nagy versenyemet 2013-ban, ott sajnos kiestem, utána a következő években is nagyon rosszul sikerült, de tavaly magyar bajnokságon 2. lettem. Hát a mostani magyar bajnokságon, hogy le tudtam honfogyni, akkor sima első, de így 5. lettem. A balkáni fiatalok a következő hetekben klubszínekben az országos bajnokságokon lépnek majd szőnyegre. Szeptember elején pedig 5. alkalommal rendezik meg a városban a Celspan Kupa nemzetközi versenyt, amire több mint 300 birkózót várnak a szervezők.